Sziasztok, köszöntelek titeket egy újabb videóban innen a Eiffel térről, ugye a nyugati pályaudvar mellől. A mai adásban szeretnék egy kicsikét vonatozni, és visszatérni a vonatos témákra, hiszen a budapesti témákat már nagyon unom, és jó lenne tényleg eljutni olyan helyekre, vagy olyanokat kipróbálni, amit eddig nem. Emiatt a mai adásban utazni fogunk a Metropolitannel, hiszen amióta videózok már 2019 óta, sőt még előtte, amikor nem videóztam, akkor sem, tehát életemben még soha nem próbáltam ki gyakorlatilag a Metropolitant. Igazából nem fogunk elmenni Párkányig, sem Pozsonyig, hanem csak Vácig tervezek majd utazni vele. Ha jól tudom, odáig is lehet, mert ott is megáll a vonat. Az már más kérdés, hogy ott le lehet-e szállni, vagy csak felszállás céljából áll meg a vonat, ezt majd ki fogjuk deríteni, és ha nagyon-nagyon-nagyon szerencsénk van, akkor szeretnék újra az S750-es balassagyarmati vonalon utazni egy vagy két megállót póttal, hiszen a BZ-pótba még nem ültem azóta sem. Gyerekkoromban ültem, vagy még 2018 felé, ha jól emlékszem, de 2018-ban még nem videóztam, úgyhogy szeretném ebből a szemszögből is megmutatni nektek, tartsatok velem! De még van majdnem egy óránk az indulásig, hiszen 13 óra 40-kor megy, és még 13 óra sincsen. Bár ugye az időjárás nem ezt mutatja, olyan, mintha késő délután lenne, ezért utálom azt a téli időjárást, addig megmutatom nektek a pénztárcsarnokot innen üvegen keresztül, hiszen le van zárva, föl van áványozva, látjátok, hogy még mindig csinálják. A tetőszerkezet, ha jól látom, már kész van, nem tudom, mennyire láttok be. A lényeg az, hogy a faburkolat már megvan, bár van egy jó nagy rés ott a plafonon, viszont itt a alja még nincsen meg. Szerintem még mindig dolgozni fognak ott, mert mondom, föl van áványozva az egész, úgyhogy a pénztárcsarnokot nem lehet használni, viszont itt a folyosót igen. Csak ugye itt, hogyha bejöttök a Meki mellett a folyosón, ki kell jönnötök, hogy aztán bemenjetek a másik ajtón, hogy elérjétek a 15-16-os vágányokat ott a Márványcsarnoknál, hiszen az már ugye használható, ezt mutattam is nektek a korábbi videóban. Úgyhogy még tart a felújítás. A lényeg az, hogy elkerült innen a daru, tehát már ezt sem láthatjátok. És akkor megyünk befelé, és akkor megvárjuk a Metropolitan, megveszik a jegyet. Közben olvashattok ilyen érdekességeket. Például ezeket se néztem meg, de ezek valami nevek. És nem tudom, franciául vagy milyen nyelven van. De nem magyarul, az biztos, mert nem tudom elolvasni. És mit ad Isten, itt van a retro csörgő, a 2112-es. Azt a mindenit. Mások is fotózzák, meg videózzák. Ez ritkaság itt. Nyugatiban, és arra van rákötve a retro BHV kocsik. Fantasztikusan néz ki. Tényleg. Megvárjuk, míg kihalad. Van időnk bőven. Na, itt van a vonatunk, a 11-es vágányon. Ott van, most valamit bemond. Ja, érkező, akkor ez nekünk mindegy. Ott a Skoda, az fog húzni minket, és akkor fel is szállunk, és megnézzük, mert még, mondom, életemben nem utaztam a Metropolitannel, úgyhogy nekem ez egy újdonság lesz, lehet, hogy valakinek nem. És így egy egyszer unalmas téma, de... Further Stations. Budapest nyugati Vác megállunk, jó van. Úgy vettem a jegyet, úgyhogy ez első osztály, nézzétek meg. Ilyen bőrülések vannak az első osztályon. Eléggé hangulatos. És akkor elméletek másodosztályon tudok leülni. Azt mondta legalábbis a... Ha ez nem nyílik, akkor odébb megyünk egy picit. Igen, itt nem lehet átmenni valamiért. Mindegy, akkor átmegyünk odébb a másodosztályra.
Na igen, le volt zárva azért, mert le van zárva a bisztró kocsi, vagyis az éttermi kocsi. Emiatt nem lehetett ugye átmenni. EC254-370, akkor ez ilyen fülkés kocsi. Nem lehet nagyon utazni. Wow, milyen mosdók vannak itt, oda néz. Egy egész fülkényi. Azt a mindenit. Itt van a kerekes székes hely. Oh, wow! Ez tök jól néz ki egyébként. Ez helyjegyes, úgyhogy ide nem ülhetünk. Tök jól néznek ki ezek a hatos ülések. Hát igen, most erről fog szólni a videó, inkább a Metropolitánra. Vannak ilyen fülkés kocsik. Ez is tök jól néz ki, de ez is helyjegyes. Úgyhogy odébb megyünk, bár ugye másodosztály. Az van ide írva. Lehet biciklit is szállítani. Na, így néz ki a Metropolitan. Gyerekek, tényleg nem utaztam még vele. Menjünk azért még tovább, megnézzük, hogy mi van a dévben, hogy fogad minket. Azt, ahogy kicsapódott az ajtó. Ez is ilyen másodosztályú. Több komoly. Hát szerintem valahol itt jó lesz. Még ez is ilyen helyjegyesnek tűnik. Nem, mint hogyha sokan utaznának, mert mindjárt indulunk, és még alig szálltak föl a vonatra. Egyébként azt mondta a kalóz hölgy, hogy hát, hogyha nem volt helyjegy kijelölve a gépen, akkor egyébként nem is kötelező erre a vonatra, csak akkor odaülsz, ahol van hely. Hát én nehezen jöttem rá, azt mondta, másodosztályú helyre szól a jegyünk. Nehezen jöttem rá, én arra tippeltem, hogy ugye itt vannak ilyen sárga cetlik, oda van írva egy reserve, az ugye angolul is annyit jelent, hogy foglalt. Tehát gondolom, hogy ezek az ülések foglaltak. Itt nem láttam ilyen cetlit, úgyhogy beültem ebbe a 21-26-ig lévő ülésbe. És akkor nézzük meg, hogy milyen, hogy itt a hangvezérlés, de komoly világítást is lehet állítani. Szeretek világosba utazni. Milyen kis kijelző van itt. Svetlo. Hőmérsékletet is lehet állítani a fázósabb utasoknak. Úgyhogy mindent lehet. Hőmérsékletet, ez most le volt csavarva. Ó, szerintem így tökéletes, nem jó a max sem. Na, így tök jól fogunk utazni. Ja, így néz ki, itt a szemetes. És ilyen kihajtható asztalkák vannak. De le is teszem mindjárt ez. Ücsimet. Bár ugye nem fogunk sokat utazni, hanem most csak Vácig fogunk menni. De azért mégis kényelmesebb így. Semmi különleges nincs benne, olyan, mint hogyha egy gyesebb járattal utaznak, akár Sopronba, nagyon kékek az ülések. Én azért többet számítottam. Nyilván ugye az első osztályon lett volna érdekes, a másodosztályon annyira nem izgalmas,
Bár hogyha én Vácon laknék, akkor biztos azzal járnék, mert jobb, mint flörtözni vagy kisszezni. Úgyhogy biztos megvan a feeling, meg ezen sokkal kevesebben is vannak, tehát sokkal nyugodtabban lehet utazni, meg ilyen elszeparált fülkék vannak, például ebbe egyedül utazok. Én most mondták be, hogy Vácon, illetve Szobnál fogunk megállni, csak ugye nekünk Vác lesz a célállomás, és azt is bemondták, hogy étkezőkocsi működik. Hát nem tudom, hogy azóta kinyitottam már, de amikor felszálltam indulás előtt egy 20 perccel, akkor még zárva volt, sötét volt, és nem lehetett átmenni se a kocsin. Kíváncsi lennék rá, lehet mindjárt megnézem, ha úgyis van kis időm, mert 20 perc a menetidő kb. Szálltunk a Metropolitánról itt az ötös vágányon. Egyébként elég gyors volt és kényelmes utazás, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, aki ebben a térségben lakik, Szabon vagy Váca. Én nagyon szeretem, és meg szerettem. Egyébként én elégedettebb vagyok vele, mint a Railjet-tel. A Railjet-et nem szeretem. Nekem volt egy rossz élményem a Railjet-tel. 2010-ben még egy jó élményem volt, de tavaly, amikor utaztunk haza, akkor megutáltam a Railjet-et, amilyen mocsok van rajta, nem tudom miért istenítik ennyire. És ugye azt terveztem, hogy mindjárt megvárjuk, hogy beérkezzen a balassagyarmati vonat, és akkor megnézzük, hogy pótos lesz-e vagy nem, attól függ, hogy elmegyek-e vele. Közben pedig itt van a Samu, és az a helyzet, hogy most gyakorlatilag itt ragadt, vagy nem tudom, mert a 71-es vasútvonalon most nem járnak a vonatok, valami baleset miatt, vagy ki tudja, lehet, hogy csak egy ideig megy el, mert nyugatiban azt mondták be, hogy nem indítanak vonatot Veresegyház felé. Lehet, hogy most innen Váctól Veresegyházig lehet. Egyébként nagy kicseszés lenne a veresegyháziakkal. Ülnek rajta, úgyhogy szerintem Veresegyházig közlekedik. Hát igen, az annyiból kibaszás, hogy szegényeknek, hogy akik Veresegyházon laknak, most föl kell jönni Vácra, hanem Vácról kell visszamenniük a 71-es vasútvonalon. Hát nem tudom, ez ilyen extra menetidő nekik. De hát most ez van, baleset bármikor előfordult, erről a MÁV nem tehet. Na szerencsénk van, mert két motor megy egy póttal, és próbáltam sietni, hogy a pótba helyet tudjak foglalni, úgyhogy itt fogunk utazni. Bizony. Na, sose utaztam még a pótba, úgyhogy helyet foglalunk, és akkor innen elmegyünk szépen Magyar Kútverőcéig.
És itt is vagyunk Magyarkút Verőce állomáson, vagy megállóhelyen, mert egyébként most olvastam az előző videómat, ezen mindig megy a kötözködés, hogy megállóhely, állomás, vagy drót, vagy munka, nem tudom micsoda, én nem érdekel. Elmondtam már milliószor, hogy nem szakmai csatornát csinálok, csak most olvastam pont a Bézén ezt a kommentet, és fölcseszett. Azt is leszarom, hogy 30-al vagy sima 30-as vasútvonal magasról. Mondom, én nem szakmai közlekedési csatornát csinálok, hanem az élményeimet osztom meg veletek. Én úgy szeretem a vastát, ahogy van, meg a villamost is. Pont leszarom, hogy ki gyártja meg, hogy milyen motorok hajtják, nem érdekel. Csak tetszik, és meg szeretem mutatni. A lényeg az, hogy itt vagyunk, a állomást nem nagyon fogom nektek megmutatni, hiszen már mutattam, hát maximum ennyire, be vannak itt deszkázva. Gyakorlatilag nincsen már állomás épület, ezért is mondhatjuk azt, hogy megálló hely. És ugye látjátok, hogy egy vágány van, mindjárt jön vissza a visszafelé irányú. Nagyon szerencsés napom volt, mert három olyan dolgot is meg tudtam valósítani, amit szerettem volna. Ha Metropolitannel tudtam utazni, a retro csörgöt el tudtuk kapni, illetve tudtam BZ-póttal utazni, úgyhogy most nagyon kitettem magamért ebbe a videóba, úgyhogy remélem, hogy értékelitek egy hatalmas lájkkal mindenképpen, és azt megköszönöm, hogyha feliratkoztok, hiszen azért vannak olyan nézők, akik csak nézik a videókat, de nem iratkoztak még fel, úgyhogy tegyétek meg. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, innen már megyek vissza, hazafele pedig még megpróbálom lekapni nektek az egyiptomi kocsikat, hiszen láttam Dunakeszi gyártelepen. Ugye erről már mások is készítettek videót, ugye Rikári meg Bence, emiatt is szeretném megmutatni, mert én még nem láttam, és vannak olyan nézők, lehet, akik őket nem követik, de engem igen, úgyhogy nekik is szeretném megmutatni. Ja, ezekkel a vágóképpel búcsúzom, sziasztok!